Boldog új évet mindenkinek, itt újra első után. Most az I Wanna Kill The Camera 2-t fogom játszani. Aki nem tudná, az első sziát már kijátszottam már 55 perc, 18 másodperc alatt. Jelenteném, hogy ez lesz a főküldetés az első után 2020-as événben. Ez lesz az első után 2020 végigjátszása. Ezt fogok ott adni majd arra, hogy tomboljak az örömtől. És egy 85-ös nehézség szintű Rage Game. Igazi veteránok tudják csak megnyerni. Csak annak van esélye, aki elérte a basi szintet. Iszonyú nehéz lesz. Kegyetlen. A fő boss ez a csaj itt. Lehet, hogy lány, de extrém erős. Nem szabad alávetsélni senkit itt. Senki nem kegyelmez velem. Az első pálya elég könnyű, de ahogy elérkezem az ötödik pályához már kezdődik az igazi szenvedés. Ugyanis itt már 30 ezer halált lehet halni, azért, hogy győzzek. Úgyhogy az ugyan készen állnak a harca a 2025-ös évtől kezdődő. Tehát ez egy medlis Rage Game. Ebből az következik, hogy összeállítás a régi játékokból. Ez sokkal nehezebb, mint az első széria. De a harmadik széria még ennél is rosszabb. I wanna be the Choco Choco. I wanna be the GGM. Ez a rész még elég könnyű. Úgyhogy gond nélkül meg fogunk tudni csinálni. Ez az a pályás rész, amit most az iVol videó csincsélet, aki nem tudná, Impossible-ben megcsináltam, most teljesen tökéletesen. I wanna enjoy the game, ezt megcsináltam nagyon nehézzel. Itt sok a csapda. Ops, elfelejtettem, hogy ott is van csapda. Conquer the Blob Game. Megnyertem Impossible-ben. 25. Nem tudom hány alálló.
escape the mysterious house. Ez csoda. Versenyezni a Cseri ellen. Na, ezt elbasztam. Na, ilyen gyorsnak kell lenni. Fuck. Gyorsan van. Dark blue. És csapda. Na itt is van csapda. És ide kell állni. Fortress Return. De ez egy valami pici tüske. Anyára! Agnyáda! Ahogy tovább jutsz, egyre rosszabb. Ez halál nélkül megy ilyen lehetetlen. Jó, kell ugranom. Anyádat, bassza meg! Ezt utána a legjobb. Na igen, mondta még, hogy itt van egy picit egy két is. Yeah.
Megvan, megvan! A save. Gyorsnak kell lenni. Ha nem kapod el a save-et, megint szenvedhetsz tovább a Fortress Returns pályánál. Ja igen, és nem ajánlom senkinek, hogy ezt próbálj ki. Aki nem éri a bossi szintet, az is próbálkozzon ezzel. Igen, ez nagyon ismerős nekem. Voltam már ennél pályán, amikor nagyon nehézen megnyertem. Na ez az első pályát a legnehezebb része. Bazd meg, minden esik! Megvan, vagy majdnem megvan. Na, így kell ezt csinálni. Most itt le kell vennem egy kicsit a hangerőt. Első boss. Jó, legközelebb innét folytatjuk. Úgyis, úgy sem ez könnyű, hogy gyorsan tovább jutni. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornám, és nyomjatok egy lájkot. Tehát innét fogjuk folytatni. De vegyétek tudomásul, hogy egyáltalán nem könnyű ezt kijátszani. Most csak szerencsém volt, hogy ennyi halált haltam. Mert a következő hetek már sokkal nagyobb szenvedést fognak jelenteni. Főleg, hogyha eljutok az ötödik pályáig. Mert a hatodik pálya már extrém nehéz. Főleg az M stage. Tehát ez lesz az a játék, amit előléphetek egy veteránból elit játékossá. Egy ilyen játéktól már tényleg én lennék a nyitói kerület legjobb játékosa. De akár Szlovákia a legjobb játékosa is. De hogyha Amerikába szedtem volna, akkor nem. Jó. Már a búcsúzók, boldog újját kívánok.